Christus ist geboren. Ich wünsche Ihnen gesegnete Weihnachten. Kedves testvérek, örvendek, hogy köszönhetlek benneteket ilyen nagy születésnapon, amikor a mi Úrunk Jézus Krisztus, a választott nép, a zsidók proféciái után megjelent ebben a világban. Ez a világ legnagyobb csodája, hogy ebbe a látható világba lejött maga a Teremtő Isten az ő fiának emberi képében. Kedves testvérek, a mi adventi keresésünk is hasonló a zsidó népéhez. Ők is várták a messiást évszázadokon keresztül. De mondhatjuk, az egész világ a bűnbeesés után, Ádám, Éva eredeti bűne rászállott minden emberre, hiszen elveszítették a békét, a boldogságot, az örömöt, miután elfordultunk az Istentől. Ezért ez az advent most beteljesedéséhez akkor fog jutni, hogyha mindenki megtalálja a békéjét a szívében és a kapcsolataiban. És ez pedig csak úgy sikerülhet, ha hallgat Jézus tanácsára, szelíd parancsára, hogy szeressük egymást, bocsássunk meg egymásnak. Akkor lesz a mi pénzkeresésünknek, boldogságkeresésünknek és minden szerencse keresésének egy igazi megoldása, ha egymásban fölismerjük, ha magunk között megteremtjük az Úristen szép országát, és ennek az alaptörvénye a szeretet és az igazságosság. Legyünk tehát türelmesek, irgalmasak egymáshoz, ahogy a mi Úrunk is ezt teszi velünk, egészen a halálunk órájáig. De ne felejtsük el, a másik karácsony, az Úr második eljövetele, az már félelmetes nap lesz. Strašný súd, az már valóban a proféciáknak a másik fele, a jövendőléseknek fog megvalósulni. Nekünk úgy kell készülni erre, mint az okos szüzeknek. Az éjszaka csöndjében valamikor fölébreszt minket a hasonaszó. És legyen ez a második karácsony is boldog és szerencsés, és örömmel üdvözöljük azt, akire már 2000 év óta így várnak és így köszönnek a Krisztus hívők. Maranata, jöjj el, Uram Jézus!